Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a 2017-es esztendőben. Ma van Szűz Máriának, Isten anyjának főünnepe, és egyben a béke 50. világnapja. Az édesanyja mindig a békére nevel, különösen a nehéz helyzetben lévőket vigasztalja, és magához öleli a magányosokat. Isten szeretete a békében lesz számunkra nyilvánvalóvá. Újítsuk meg életünket ebben az évben, és bízzuk az életünket Jézus Krisztusra, aki békére és megbocsátásra hív minket, hogy el tudjuk érni kitűzött céljainkat. A reménytelenség el akarja venni tőlünk az új célokat, de ne engedjük neki, hanem határozzuk el, hogy az új évben is keressük, hol tudunk több jót tenni, segíteni, támogatni másokat, vagy egy jó ügy mellé állni. Rajtunk is múlik, hogy milyen lesz a világ 2017-ben. Imádkozzunk, hogy a béke felé mozduljon el mindenki, és szülessen meg minden ember szívében egy új remény, hogy van értelme nehéz küzdelmeinknek. A mai szentmisét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítjük. A szentmisét Varga László plébános atya mutatja be. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. A Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit az új év első napján, azokat is, akik a TV képernyőn keresztül fognak bekapcsolódni ebbe a szentmisébe. Az év első napján az egyház a boldogságos Szűzanya Isten anyaságát ünnepli, és egyben a béke világnapját is. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket a örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd kérünk, hogy Isten anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk fiadat, az élet szerzőjét, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. És ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk.
A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek, dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Azután eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Bár nem kötelező felolvasni, és nem is olvasom fel a pápa üzenetét a béke 50. világnapjára, viszont annyira fontosnak tartom, hogy a 6 oldal, közel 6 oldalas üzenetet kivonatoltam, lerövidítettem, azért, hogy a prédikáció keretébe beleférjen, és ismertetni tudjam az ő béke világnapjára szóló üzenetét. A békét szolgáló cselekvés stílusa az erőszakmentesség. Ezzel kezdi a Szent Atya idei béke üzenetét. Az első ilyen üzenettel 1968. január 1-én 6. Pál állt a világ elé, és ezeknek a békeüzeneteknek az aktualitása az elmúlt 50 évben sem csökkent. Legalább olyan sürgető a békére szóló felhívás vagy felszólítás, mint 50 évvel ezelőtt. Széttöredezett világban élünk. Az erőszak révén nem tudunk gondoskodni darabokra esett világunkról. Ha az erőszakkal válaszolunk, az a legjobb esetben is kényszerű elvándorláshoz és rengeteg szenvedéshez vezet, a legrosszabb esetben azonban az erőszak sokak vagy akár mindenki halálához vezethet fizikai és szellemi értelemben. A jó hír mind a mai napig érvényben van, amit Jézus az evangéliumokban meghirdetett. Jézus is erőszakos korban élt. Ő azt tanította, hogy a csatamező, ahol az erőszak és a béke megküzd egymással, az az ember szíve. Mert belülről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, olvassuk Márk evangéliumában. Ám Krisztus üzenete e valósággal szemben radikálisan pozitív választ fogalmaz meg. Fáradhatatlanul hirdette Isten feltétel nélküli szeretetét, aki elfogad minket és megbocsát nekünk, és azt tanította tanítványainak, hogy szeressék ellenségeiket, tartsák oda a másik arcukat is. Amikor Jézus megakadályozta, hogy vádlói megkövezzék a házasságtörő asszonyt, és amikor halála előtti estén felszólította Pétert, hogy helyezze vissza hüvelyébe a kardját, ezekkel Jézus felvázolta számunkra az erőszakmentesség útját, amin ő végighaladt egészen a keresztig. Ezáltal megvalósította a békét,
és lerombolta az ellenségeskedést. Ezért az, aki befogadja Jézus jó hírét, képes felismerni az erőszakot, amit önmagában hordoz, és engedi Istennek, hogy irgalmával meggyógyítsa őt, és így maga is a kibékülés eszközévé válhat. Assisi Szent Ferenc gondolatait idézi Ferenc pápa, amint ajkatokkal hirdetitek a békét, hasonló módon, sőt még nagyobb mértékben, szívetekben is szülessék meg az. Az ellenség szeretet a keresztény forradalom lényegét alkotja. A szeressétek ellenségeiteket, evangéliumi felszólítást méltán nevezhetjük az evangélium Magna Chartájának, aminek a lényege nem abban áll, hogy megadjuk magunkat a gonosznak, hanem abban, hogy a rosszra jóval válaszolunk. Megtörve ezzel az igazságtalanság láncolatát. Az erőszakmentesség, írja Ferenc pápa, erősebb az erőszaknál. A határozottan és következetesen gyakorolt erőszakmentesség megdöbbentő eredményeket ért el. Mahatma Gandhinak és Khan Abdul Ghaffar Khannak India felszabadításában, Martin Luther Kingnek a faji megkülönböztetés elleni küzdelemben elért eredményét soha nem fogjuk elfelejteni. Ők voltak az erőszakmentesség élharcosai. Nem feledkezhetünk meg arról a korszakváltó évtizedről sem, amelynek végén összeomlottak az európai kommunista rezsimek, különösképpen nagy hatást fejtett ki ebben Szent II. János Pál pápa szolgálata és tanítása. Határozottan kijelentem, írja Ferenc pápa, hogy egyik vallás sem áll a terrorizmus mellett. Az erőszak Isten nevének meggyalázását jelenti, soha ne fáradjunk bele, hogy elismételjük, Isten neve soha nem igazolhatja az erőszakot. Egyedül a béke szent, csak a béke, szent a háború, nem az. Az irgalmasság jubileumi szentéve, amely múlt novemberben zárult, arra hívott mindnyájunkat, hogy nézzünk szívünk mélyére, és engedjük be oda Isten irgalmasságát. Éppen ezért az erőszakmentesség alkalmazását az otthon falai között kell elkezdenünk, és onnan kell kiterjesztenünk azután az emberiség egész családjára. A befejezés előtt Ferenc pápa a saját felhívására van egy felhívása, amelyet szó szerint fogok felolvasni. Biztosíthatok mindenkit, hogy a katolikus egyház a béke építésére irányuló minden törekvést tevékeny és kreatív erőszakmentességgel fog kísérni. 2017. január 1-én kezdi meg működését Rómában, a Vatikánban az átfogó emberi fejlődés előmozdításának dikasztériuma, amely abban fogja segíteni az egyházat, hogy egyre hatékonyabban előmozdítsa az igazságosság, a béke, a teremtett világ megőrzésének felmérhetetlen értékeit, és segítse a migránsokat, a szükséget szenvedőket, a betegeket, a kirekesztetteket, a társadalom szélére szorultakat, a fegyveres konfliktusok és a természeti csapások áldozatait, a bebörtönzötteket, a munkanélkülieket, és mindazokat, akik a rabszolgaság vagy kínzás bármilyen formájától szenvednek. Minden olyan tevékenység, amely ebbe az irányba hat, bármi szerény is, hozzájárul egy olyan világépítéséhez, amely szabad az erőszaktól,
és ez az első lépés az igazságosság és a béke megvalósítása felé. Mária a béke királynője, kérjük a Szent Szüzet, hogy ő vezessen bennünket. 2017-ben tegyünk ezért imádságunkkal és tetteinkkel, hogy olyan emberekké váljunk, akik száműzték a szívükből az erőszakot, szavaikból is, tetteikből is, és törekedjünk erőszakmentes közösségek kialakítására, amelyek képesek gondoskodni közös otthonunkról. Semmi sem lehetetlen, ha imádságunkkal Istenhez fordulunk. Mindnyájan a béke építőivé válhatunk. Fejezi be gondolatait, felhívását Ferenc pápa. A szívünkön múlik, mennyire nyitott a szívünk, nem elsősorban a pápa, hanem az evangélium tanítására. 2000 éve érvényben van, és még mindig nem élték meg a keresztények, a katolikusok sem, az ellenség szeretett parancsát. Amíg ezt nem vesszük komolyan, addig nem lesz béke. Jézus példát adott nekünk, ha döntöttünk, hogy követni akarjuk a názáreti Jézus Krisztust az életünkben, akkor bármilyen fájdalmas vagy lehetetlennek tűnik, igent kell mondanunk nem csak a fele barátaink szeretetére, nem csak Isten szeretetére, hanem még az ellenségeink szeretetére is. Ez a Krisztus követés, a kereszt útja. Ha igent mondtunk rá, akkor nem csak a keresztutat fogjuk megismerni, hanem a feltámadás örömét és erejét itt és majd odaát is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Álljunk fel és valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, az új esztendő első napján kérjük gondviselő mennyei atyánkat, hogy az Isten anya közbenjárására áldjon meg bennünket az egész esztendőben. Add, Uram, hogy az új évben közelebb kerüljünk hozzád, és általad embertársainkhoz. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Taníts minket irgalmasnak lenni, ha nálunk elesettebbekkel találkozunk. Segíts, hogy felismerjük arcodat bennünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Segíts, Istenem, hogy a szűzanya közbenjárására azok is elinduljanak feléd, akik korábban nem ismerték fel benned az életük urát. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Uram, tégy minket az új évben is kitartóvá a szeretetben, és bizakodóvá akkor is, ha a világ más sugall. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass! Uram, áld meg papjainkat, lelkivezetőinket, hogy az új esztendőben is bátran és hitelesen közvetítsék tanításodat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Gondviselő atyánk, a boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek.
Add kérünk, hogy akik fiadnak hűséges követői akarunk maradni, mint halálig érezzük Szűzi anyjának hathatós segítségét, Krisztus, a mi Úrunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te vagy minden jónak elkezdője és beteljesítője. Szűz Mária Isten anyaságának szent ünnepén magasztaljuk kegyelmi munkálkodásod kezdetét, és újjongó szívvel arra kérünk, hogy annak beteljesedésén is örvendhessünk Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örökisten, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária Isten anyaságának ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogant-e egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és árasz ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek,
szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét vontva önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva, barátainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és föltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked hűséges és igaz Istenünk az áldozatot, amely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűljenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal és Béla püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot hálaadásával együtt, aládatos megvallással mondjuk, ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a Földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, a boldogságos Szűz Máriát, Szent Fiat szülőjének és az Egyház anyjának magasztaljuk. Boldogan vettük magunkhoz ajándékodat, kérünk, hogy ez segítsen el minket az örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Következőket hirdetjük. Szerdán 6 órai kezdettel folytatódnak a Szavamat adom csoport találkozói a plébánián, amelyben a szemlélődő ima segítségével olvassuk a Szentírást. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, elsősorban azokat, akik nem tagjai imaközösségeknek, és két hetenként szívesen találkoznának egymással és az igével. Jövő vasárnap 10 órától óvodás hittanra hívjuk az óvodáskorú gyermekeket a plébániára. Az óvis hittan ideje alatt szeretettel várjuk a szülőket is kávéra és teára. Jövő vasárnap köszöntjük a januárban születetteket, és ugyancsak jövő vasárnap a Szentmiség előtt és után várja a szeretett szolgálatunk adományaitokat, elsősorban étolajat, tejet és lisztet várunk köszönettel. Jövő vasárnap várunk benneteket az Érincs meg engem ima délutára. 4 órától közösen dicsőítjük Istent, és gyógyulásokért imádkozunk. A program miatt aznap 3 órától nem lesz szentségimádás. Január 15-én a 9 órai szentmisében adunk hálát a 2016 évben született babákért. Kérjük, hogyha van olyan ismerősötök, aki az elmúlt évben született, vigyetek meghívót a babamisére a sekrestjéből. Köszönjük szépen! Ima időn gazdagítására és a nagy közösségért végzett szolgálatra is kiváló lehetőség a szentségimádás. Ha vállalunk egy-egy órát rendszeresen, akkor nem csak magunknak biztosítjuk az ima idejét, hanem a közösségi szolgálatba is bekapcsolódunk, segítve ezzel a szentségimádás folyamatosságát. Használjátok ki ezt a lehetőséget, és jelentkezzetek az irodában. 2017-ben is lesz központi jegyes oktatás. Március 1. és utolsó hétvégén, péntek délutántól szombat estig tartjuk a két alkalmat a püspökségen. Kérjük azokat, akik 2017-ben szeretnének házasságot kötni, jelentkezzenek az irodában. Segítséget kérünk a szentségimádásban, pénteken 15-től 16 óráig. Ha valaki tudja vállalni ezt az időpontot, kérjük a sekrestjében jelezze. Áldott, boldog, kegyelemben gazdag új évet kívánok minden jelenlévőnek, a szeretteiteknek, és azoknak is, akik a TV képernyőn keresztül kapcsolódtak be a Szentmise közvetítésébe. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Istennek legyen hála!
a béke tudja megmutatni, hogy milyen nagy szükségünk van egymásra. Nem szakadhatunk el a másik embertől, hanem együtt kell keressük a közös munka gyümölcsét. Határozzuk el, hogy a magunk részéről kezet nyújtunk minden jó szándékú embernek ebben az évben. Keressük annak lehetőségét, hogy hol tudjuk előmozdítani a békét az emberek között, és legyünk bátrak, ha ettől nehézségeink támadnának. Isten segítségével a béke győzedelmeskedni fog az emberiség szívében, és ez a mi szívünkben kezdődik el. A mai szentmisét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítettük. A szentmisét Varga László plébános atya mutatta be. Áldott és kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánunk minden kedves nézőnknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.